Prepare your defenses. Select your hero. Legutóbbi megközelítőleg 5 éve készült utolsó adásunkba beszéltünk a Nvidia szivárgásairól. Most már kézzel... mindig hülye szó. De azért használom, hogy be tudják azonosítani, hogy ja, tényleg, mikor az a szivárgás volt. Ja. Most már tudunk konkrét dolgokat, ez pedig az egyik közülük a GeForce Now szolgáltatás, ami dióhéjban annyit jelent, és azért kezdem a dióhéjjal, mert a dió belseje az már nagyon bonyolultnak tűnik, de dióhéjban annyi, neki semmi értelme nem volt. Dióhéjban annyi, hogy most már pirítós PC-ken is lehet játszani kimaxolt játékokkal, stream segítségével. Tehát te fizetsz azért, hogy egy szerver farmon egy jó erős Nvidia által épített gép játsza a te játékodat, és az megjelenjen a te monitorodon. Ez nem egy új koncepció, én emlékszem, hogy már 5 éve is próbálkoztak ezt elterjeszteni. Életben is vannak ezek a dolgok, de inkább vegetálnak, mint hogy komoly hatása lett volna a piacra. Azt mondták akkor, hogy ez a jövő. És ez mindig a jövőnek tűnik, mert hogy nagyon nem akar befutni ez a dolog. Hát igen, a Shield eszközük nekik így működik alapból. Azt hiszem az hogy online volt egy ilyen szolgáltatás, hogy én ki is próbáltam még annak idején kb. Egy pirítóssal. Akkor tudtam egy kicsit Assassin's Creed Revelation-özni, de hogy így nem fogod meg a dolog annyira. Mármint, hogy ez egy létező dolog, mert az Nvidia-nak van ez a Shield eszköze, amit rákötsz a tévédre, és streamelhetsz rajta YouTube-ot, Netflix-et, mindenféle tévésorozatot, mindenféle ilyen streamerű szolgáltatást, és ennek volt még az ilyen kiegészítője, vagy nem tudom, az, hogy játékot is tudtál rajta streamelni. Ilyen-olyan gyengébb Android játékokat, meg akár erősebb játékokat is egy bizonyos összegért, meg ugyanúgy meg kellett rávenni a játékokat, tehát hogyha te Witcher 3-azni akartál az Nvidia Shield-en, akkor meg kellett venned az vagy a Witcher 3-at, és akkor játszottál vele, tehát ez nem úgy volt, hogy van egy adatbázis, és vagy egy könyvtár, és akkor abból lekérheted bármelyik játékot bármikor, hanem vannak elérhető játékok, ami része az alapszolgáltatásnak, meg az ilyen prémium játékokat ugyanúgy meg kell venned, hogy utána streamelhesd magadnak. Nem próbáltam. Most az lesz az igazán különleges, hogy nem szükségeltetik Shield ahhoz, hogy ezt igénybe vett, csak egy kliens. Gondolom olyan lesz, mint a GeForce Experience, és jól beleszárazva, hogy hány óráért, vagy mennyi pénzért hány órát játszhatsz, és akkor te fogod, kis laptopodon, akármin, ha elég erős az internet kapcsolatod, akkor minimális késéssel nem tudom, hogy működik, mert azért elég jó technológia kell ahhoz, hogy minimális input laggal működjenek a játékok. Konkrétan mondjuk ez egy csénél szerintem már hazavágja a játékot. Egy bármilyen autóversenyes játéknál is hazavágja már egy tized másodperces késés is. Mert hogy a Steamnek is hála, meg egyébként sok ilyen szolgáltatás van, de a Steammel együtt robbant be a köztudatba, amikor a stream nagyon ilyen portfólió frissítést akar csinálni, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Amikor jött ez a Steam Machine, a Steam Controller, meg a Steam Link, és a Steam Linknek volt az a funkciója, hogy azt felkötöd a tévédre, és akkor a házi hálózaton keresztül az erős PC-dről a tévédre küldi a jelet, és ott volt ilyen nagyon minimális input lag. Ez nem tudom, hogy működik, amikor így rohadt messze van a számítógép, amin megy a játék, és nem is csak a te otthoni hálózatodon, de hát valahogy csak működni fog, és elméletileg nem kéne, hogy nagyon feltűnő legyen, mert hogyha nagyon feltűnő lenne, akkor értelmét veszti a szolgáltatás. Hát igen, ez itt a probléma. Hogy még ha ez egy dolog is, nem biztos, hogy Magyarországon feltétlenül működik. Nem tudom, milyen gyors a magyarországi net a nemzetközi nethez képest, de arra tippelnék, hogy nincs olyan kiépített infrastruktúránk, mint mondjuk Nyugat-Európának vagy az Egyesült Államoknak. Ez is előfordulhat, de valamiért én úgy érzem, hogy ez nem ezeken a technikai tényezőkön fog hasra esni. Nyilván nem, tehát az rohadtul nem érdekli az Nvidiát, hogy Magyarországon mennyire terjed ez a dolog. Ez csak egy ilyen kis lokális probléma. A nagyobb probléma az, hogy én nem vagyok barátja ennek a játékidőt vásárló
ötletnek, mert ez ilyen rohadt szemétség. Ja, hát igen, ezt igazából. Így fejtsük ki, igazából annyi van jelen pillanatban, hogy akinek van shieldje és a tévén használja, mert hogy itt kezdett el megint kusza lenni és nehezen átlátható, de amennyit ki tudtam hámozni ebből, ha jól hámoztam ki, az az volt, hogyha van shielded, megvetted 200-300 dollárért, akkor egy ilyen havi 8 dolláros költségen te használhatod azokat az Androidra portolt játékokat, amik a shielden elérhetőek, meg megvehetsz ilyen nagyobb játékokat is, mint a Witcher, és akkor azt streamelheted magadnak ugyanúgy ebben a havi 8 dolláros kereten belül. Ha viszont nincs shielded és külön akarod használni a szolgáltatást a számítógépeden, akkor van az, hogy fizetsz a játékórákért. Azt hiszem. Tehát, hogy így tényleg nagyon próbáltam kihámozni, hogy akkor most mi a... hogy a shielden fizetni kell a játékórákért, vagy a shielden csak havidíj van. Nem jöttem rá. Ez az én hibám. De az a lényeg, hogyha PC-d lesz, akkor mindenképp az lesz, hogy te fizetni fogsz a játékórákért, attól függően, hogy milyen erős szervergépet használsz. Tehát, hogyha mondjuk egy GTX 1060-as van, a te szerved gépet be, ami neked küldi az adatokat, akkor 25 dollárért 20 órát játszhatsz. Ha viszont már a fullos Nvidia GTX 1080-at akarod használni, amivel nagyjából ki lehet maxolni a most létező játékokat, akkor már ezért a 25 dollárért csak 10 órát játszhatsz. De ez minőségi pluszt fog adni az, hogy egy az erősebb videókártyával játszol. Szerintem a vágás gyönyörű művészetének segítségével hipergyorsan számoljuk ki fejben, hogy így mennyire éri meg mondjuk ezen a szolgáltatáson keresztül végigjátszani a Witcher-t, Witcher 3-at pontosabban, és mondjuk megvenni egy PC-t, és úgy végigjátszani. Na most én számoltam, és itt még nem volt vágás, jelezném, számoltam, amíg beszéltél, és arra jutottam, hogy nagyon kerekítve, és nagyon nagyjából adatokkal számolva, egy évnyi előfizetéssel a shield, tehát ha megveszed a shieldet, plusz egy évi előfizetést, akkor ugyanott vagy, mint hogyha vennél egy olyan gamer gépet, amelyik nem ilyen high-end, de mondjuk egy Witcher 3-ot nagyon kényelmesen lejátszik. Akkor most ennek fényében azt számoljuk, hogy mi van, hogyha nem a shield. De csináljuk, hanem csak mondjuk, hogy is mondtad, legyen az, hogy maxoljuk ki a Witcher-t grafikailag is, és játékidőben is. Tehát játszunk a Witcher-rel 300 órát. Nem feltétlen mondanám, az két végijátszás, 150 órát, hogy okay. Barátiak legyünk, mert aki streameli magának a Witcher 3-at, az nyilván nem gondolja elég komolyan a témát, és ő csak egyszer fogja végijátszani. Ha 150 órát játszol a Witcher 3-mal, akkor pusztán a nettó játékidővel számolva 375 dollárotba kerül, hogy kimaxold ezt a játékot. Igen, tehát megvan az egyik oldalon, hogy 375 dollárért én végigjátszom a Witcher-t. De csak a Witcher-t. Csak a Witcher-t. Mennyibe kerül összerakni egy olyan gépet, amelyiken maxon fut? Tessék fel valadban a lecke. Tehát mondjuk az, hogy 375 dollár az olyan 110 ezer forintnak felel meg. És 110 ezer forint érte végigjátszottad a Witcher 3-at. És akkor egy játéknál tartunk, de most... Ez ilyen nagyon casual gamereknek nagyon jó akció lehet. Hát figyelj, igazából most lehet, hogy nagyot mondok. Tehát két játékot, vagy kicsit... két játékot igen, ki tehát... akarsz játszani, akkor azt jelenti, hogy már ott vagy, mint hogyha vennél egy közepes gamer PC. Közepesnél jobb gamer PC. Hát figyelj, ahhoz, hogy egy 1080-as, mármint hogy nem 1080p-s, hanem egy GTX 10, ez az elnevezés egyébként borzasztó, én nem értem, miért csináltak. Nyilván a 1060, utána a 1080 jön, ezt mindenki tudja. Nem az, csak hogy így 1080p, aha, meg a GTX 1080, csak összezavarják az embereket, akik nem értenek hozzá, meg akik podcastba akarnak beszélni róla. Szóval egy GTX 1080-as képet összerakni, és úgy mondjuk rendes processzorral, meg merev lemezen, meg RAM-mal, mindennel, szerintem nagyjából kijön egy 450 ezer forintból. Körülbelül. De hogy nincs szükség a Witcher 3-hoz egy olyan gépre. Tehát a 1080 az overkill egy Witcher 3-hoz. Igen. Főleg, hogy ez a stream ez 60 FPS-en fog működni 1080p-n. Tehát akkor meg már egy 1080-assal a játékok
többségében overkill, ahogy mondtad, mert nincs szükség annyi lóerőre, hogy 60 FPS-be, 1080p-be játszunk a mostani játékokkal. Számomra nem tűnik kifizetődőnek ez az egész húbelebanc, mert hogy oké, 450 ezer forint az a négyszerese annak, amiért te végigjátszott a Witcher 3-at, de akkor még jönnek a multi játékok, mert azt is lehet azért a Dotába bőven lehet órákat ölni. Jó, már, ahhoz meg bérelsz egy 1060-as szervert. De tényleg ne számoljunk már 450-nel, mert hogy nem kell. Tehát teljesen fölösleges. Most összerakod a 450 ezeres gépedet, és mit csinálsz vele? Szabot hát nem, nagyobb felbontásokba játszol, tehát azért ahhoz kell. Mondjuk. De tehát, hogy egy átlag gamernek szerintem nem. Hát, hogyha 60 FPS-t akarunk 1080p-n, akkor nincs szükségünk egy olyan erős gépre, ami... Legyen egy kompromisszumos 300 ezer forintos gép. És csak azért, hogy könnyű legyen számolni. Azt jelenti, hogy három játékot végigjátszol, akkor már ugyanott vagy. Hát de várjál, kell de tenni, hozzá hogy kell tenni, hogy a játékok igen, általában. Sokkal a játékok. Nagyon sok faktor van itt, de én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan szegmens, ez egy nagyon jó körülhatárolható szegmens a piacnak, amire most az Nvidia próbál betörni, de megint egy pici. Tehát emlékszem, amikor beszéltünk múltkor, hogy ha éppen van otthon egy géped, amelyik irodai dolgokra használták, ezért egy gyorsabb processzora, de nincsen videókártya hozzá, akkor tök jó az az ajánlat, ahol kapsz egy pólót, még a videókártya mellé. Tök jó, csak hogy ez így tényleg nagyon, nagyon konkrét, hogy milyen esetekben, meg helyzetekben éri meg. Hát igen, ez mindent le nagyon sok fedni, tényezős. Nem tudom. Nyilván azért indítják el ezt a szolgáltatást, meg azért áraszták úgy, ahogy áraszták, mert úgy gondolják, hogy ez így működni fog. Tehát nem indították volna el ezt az egészet, hogyha előre úgy látnák, hogy ez egy csőd, meg nem fizetnek ezért ennyit az emberek. Én azt hallottam, hogy azért ennyi, mert nem akarják, hogy az első nap lehajjon az összes szerver. Tehát, hogy először csak tényleg ne rohamozzák meg az emberek, és hogyha már egy kis stressztesz lement, akkor utána kicsit csökkentik az árát. Én ezt hallottam, logikus is, meg nem is. De amúgy kisebb számokba is gondolkodhatunk, mondjuk, tegyük fel, megjelenik a Dishonored 2, és téged az nagyon érdekel, de csak egy szar géped van, és amúgy se feltétlen játszol napi szinten, akkor te mondjuk $50 végjátszod a Dishonored 2-t, és csókolom, ahelyett, hogy megvetted volna $60. Mhm. Tehát lehet erre úgy gondolni, mint régen a videótékára. Igen. Hogy csak így kölcsönzöd a játékot, de nem csak a játékot kölcsönzöd, hanem magát a számítógépet is. És így viszont már én látok benne rációt, mikor nem tényleg teljes PC árakba, meg 150 órás játékokból gondolkodunk, hanem ilyen rövidebb, 15 órás, 20 órás single player kampányokra gondolunk, aminek mondjuk olyan játéknak, aminek nincs multiplayer komponense. Például a Dishonored 2. Szóval, hogy én csak nagyon ilyen min-maxikba tudok gondolkodni. Tudod, mikor így mindent kimaxolsz, hogy lehetőleg többet kapja pénzedért. És ilyen esetben így nagyon jól be kell lőnöd, hogy mennyire fizetsz elő. Mert ugye ez előfizetéses rendszerben működik. Nem az van, hogy te játszol 20 órát a Dishonored és aztán kiszámlázzák neked, hanem vásárolsz 20 órányi játékjogot, és aztán az elkezd lefelé ketyegni, mikor elkezdesz játszani vele. Gondolom, még nem tudom pontosan, mert hogy nem indult még el ez a szolgáltatás. Én úgy tudom, hogy ez így van, hogy előre vásárolsz játékidőt. És akkor így, tehát hogyha 20 óra, és te befejezed 18-nál, akkor benne marad 2 óra, de hogyha 20 óra, és te még úgy tűnik, hogy van benne 2-3 vagy akár 5 órányi játékidő, akkor megint vehetsz még egyet, abban megint benne fog maradni valamennyi idő. Tehát én ilyen csoró ex-egyetemistaként gondolkodom már, és ez nekem így borzasztóan nem éri meg, de nyilván az amerikaiak nem pöcsölnek ilyen apró pénzekkel. Igen, mikor azon gondolkodtam, hogy hogy lehetne legjobban kiszámolni a fizetődőségét, akkor az is eszembe jutott, hogy így fénykorunkba, amikor a legtöbb szabadidőnk volt játékra az egyetem során, akkor hát az átlag a Steam számlájulója szerint 2 hetente az ilyen 40 óra körül volt mindkettőnknek. A jobb 2 heteken. Azok voltak a szorgos hetek. Szorgos 2 hetek. Szerintem számoljunk 50-nel nyugodtan. Tehát, hogy... Az havi 25 az óra. Vagy, hát figyelj... Vagy bocsánat, nem, két hetente heti mondjuk óra. Lehet volna, hogyha egy 1060-as szervergéppel számolunk, akkor az 2 hetente $50 lett volna.
Tehát Az a játékidő. effectively Hogyha egy 40 hónap órával alatt, számolunk. játszunk 100 órát, az 100 dollár. Igen. Tehát igazából egy... Nem. Egy hónap alatt játszunk 80 órát, és az lett volna 100 dollár. Hogyha egy 1060-as gépet használunk. A fene se tudja, mert ha belegondolsz, annyira nem rossz az az arány, hogy egy órára ért mennyit fizetsz. Nem tudom. Lehet alternatíva, csak azt gondolom, hogy aki egy picit is komolyabban foglalkozik ezzel, az már így venni akar egy gépet magának játékra. Meg hogy... Vagy egy konzol, legalább egy konzol, de ki tudja. Annyira durva most a piac, hogy nem tudod, hogy hogy jársz rosszabbul. Nem az, hogy hogy jársz jobban. Hogy jársz rosszabbul, hogy vegyed a szar konzolt, ami még utána 12 óráig tölti neked le a játékot, miután megvetted a CD-t és belegordod a gépbe. Ráadásul a Blu-ray-t, érted? Nem elég a Blu-ray kapacitása, mert miért lenne elég? Nem elég. Vagy veszel egy PC-t, ami elavul viszonylag gyorsan, vagy előfizetsz egy szolgáltatásra. Hát az is kérdés, hogy mennyire gyorsan avul el, mert hogy viszonylag gyorsan, de az a te ingerküszöböttől is függ. Nekem mondjuk nagyon alacsony az ingerküszöböm ilyen szempontból. Biztos van, akinek meg kurva magas, tehát hogy így két havonta kell vennie valami újat a gépébe. Mert hogy ez olyan, hogy tényleg egyszer veszel egy bika erős gépet, és akkor eldöntöd, hogy na akkor ez most tartani fog 5-8 évig. De akkor hozzá kell szoknod ahhoz, hogy első hónapban nem mondjuk jó, első évben élvezed azt, hogy minden játékot kimaxolsz, de aztán fokozatosan fokozatosan egyre lejjebb kell adnod az igényeidet, hogy a tervednek megfeleljél, és tényleg 8 évig kitartson az a gép. Vagy időközben mondjuk nem frissíted az egészet, hanem csak videókártyát cserélsz. Tehát ez is olyan hihetetlenül sok tényezős, hogy nagyon nehéz kiszámolni, hogy hosszú távon neked mennyibe kerül egy PC, hogyha frissítgeted. Hát igen, és ez egyén függő teljes egészében. Sokat beszéltünk, és nem sokat mondtunk. Igen. Nagyjából talán úgy lehet lekerekíteni a dolgot, hogy mindenki tájékozódjon, és tehát, hogy ne higgyetek senkinek, nekünk se higgyetek. Te tudod, és csak te tudod, hogy hogy akarsz játszani. Hogy hol akarsz kompromisszumot kötni. Teljesítményben akarsz kompromisszumot kötni, a pénztárcádban, az idődben, mert mindigre megvan a lehetőség igazából. Igen, most bennem is ez merült fel, hogy bármire van szükséged, most már így mindenre találsz megoldást. Hogyha dotázni meg chase-ni akarsz, akkor veszel egy közepes vagy mondjuk gamer PC-k. Belépő szintű gamer PC-t. Igen, egy olyan szinten belépőt veszel. Az a teljesen jól leszel nagyon-nagyon sok ideig. Ha lelkesebb vagy, meg mondjuk többre telik, akkor veszel egy erősebb PC-t. Ha nem akarsz ezzel fáradni, és mondjuk évente egy-két játék, ami érdekel, akkor mondjuk tök jó ez az Nvidia szolgáltatás, mert úgy jöttem bele ebbe a beszélgetésbe, hogy azt hittem, hogy ez így egy teljesen nagy baromság, mert én is csak a Witcher-rel számoltam, amíg eszembe nem jutottak a rövidebb... többi játék, igen, a rövidebb single player, hát jó, de én csak a Witcher-re gondolok. Szóval a rövidebb single player játékoknál teljesen kivitelezhető, sőt, mondjuk egy kodnál jobban is jössz ki, hogyha nem akarsz multizni, mert mondjuk megveszel... 20 óra játékért és 3-szor végigjátszod. 25 dollárért végigjátszottad, és a kodok kb. Mennyi 2 év után szoktak lemenni 25 dollárra? Hát még most is, ez a Code 2 10 dollárig adják akciósan. Azon nagyon nézem, passzik. Nagy lelkűen leárazzak néha 10 dollárra. És hogyha pedig az a vágyad, hogy csúnya játékokat játsz, kis felbontásban, alacsony FPS-sel, hosszú ideig várva, hogy települjön, és drágán... Akkor legyen a konzol! Akkor a konzol a te választásod. Nem tudtam, hogy ez lesz a vége, de közben rájöttem. Igen. Ahogy halmozt ezeket a dolgokat, úgy kristályosodott ki előttem, hogy mire készülsz. Majd egyszer beszélünk erről is, de a konzol minden erőnyit elvesztette. Tehát így ez a plug and play volt a legnagyobb vonzereje számomra is, csak hogy most már nincs plug and play. És azon, hogy plug and wait for 10 hours, and then maybe you can play. Possibly. Ja, most már lassan kényelmesebb PC-n játszani. Mert ott meg már csak lemez se kell bedugni, meg ilyesmi. Jó, mondjuk igen, konzolon sem mindig, mert ott is lehet digitálisan venni. De akkor is le kell töltened, ha digitálisan veszed. Jó, 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 jó. Csak én most így a lemezekről beszéltem, értem. Na jól van. Viva la revolución, vagy mi a végszavunk? Az a végszavunk, amit mondtam, tök jót mondtam. Hogy gondolkozzatok. És
Úgy választhatok, ahogy nektek a legjobb. Mert van lehetőség rá most már. Vehetek, hogyha pusztán a nosztalgiát akartok. Vesztek egy mini NES-t. És a láttam kézzel a médiamákban lehet venni. Komolyan. Legalábbis az újságjukban benne legit volt. Nintendo-t? Igen, benne volt az újságjukban. És így meglepődtem, mert állítólag ilyen hatalmas készlethiány van belőle az egész világon. De ez drága, nem? Mármint, hogy ahhoz képest. Drága, igen. De... Tehát ilyen nosztalgiáért nagyon sokat hajlandóak fizetni az emberek. Én nem vennék a büdös életben, mert hozzám, vagy engem nosztalgia nem köt ezekhez a címekhez. Amúgy meg minek. De hát, hogy elhiszem, hogy ezek klasszikusok, de... Kicsit rosszabbul öregszem. Na mondjuk ez kapcsolódik az előző témánkhoz, mert nekem volt egyszer még pár éve olyan problémám, hogy kaptam kölcsönbe kedves jó barátomtól egy Super Nintendo-t, és fel akartam kötni a tévére, de nem működött. Mert hogy újabb volt a tévé, és még ha a csatlakozók passzoltak is bele a tévébe, a jelet már nem tudta fogadni. Úgyhogy még az örök életű Nokia 3210-eshez hasonlatos Nintendo játékok se örök életűek.